Üdvözlök mindenkit a Kisvárda Master Gulyás és Siófok KC mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapat vezető edzőjét, Zdravko Zovkót, játékosát Suk Nellit, a hazai csapat vezető edzőjét Bakó Botondot és játékosát Udvardi Laurát. Megkérném a vendégcsapat vezető edzőjét, értékelje a találkozót. Gratulálok mindenkit csoportunk, gondolom pont egy minőségi mérkőzés. Mi sok jobb a első fél ide védelem játszottam. Szigorúan volt nagyon jó, a második fél ide volt csapat még több agresszív, több jobb védelem játszottam. Szigorúan sok labda védelem. Én gondolom, ez volt jó mérkőzés, nagyon nehéz az, hogy utolsó két meccset játszott. Most ez vár mindenki vár az végig szezon, meg egyszer gratulálok Kisvárda, egész szezon nagyon szállt, hogy játszottak, nagyon szépen csapat, azért fontos volt az nagyon szállt. Köszönöm. Megkérdem Suk Nellit, értékelje találkozót. Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést. Nagyon sok hibával játszottunk, de összeállt a védekezésünk, és ezt köszönhetjük a Szikora Melindának is, mert nagyon jól védett, mind az első, mind a második félidőben. Én úgy gondolom, hogy az első félidőben, amit összehoztunk támadásban és védekezésben, az megalapozta a második félidőt is, hiszen tudtuk tartani a különbséget, és végül magabiztosan tudtunk nyerni, aminek nagyon örülök. Köszönöm szépen. Megkérném Bakó Botondot, értékelje a találkozót. Üdvözlök mindenki. Gratulálok a Siófoknak a győzelemhez. Sajnálom a mérkőzés, mert azt gondolom, hogy mérkőzés egy nagy szakaszában a kapusig nem kézlabdáztunk rosszul. Viszont a kapussal szemben gyakorlatilag három mérkőzésre való zicsert hagytunk ki. Tehát én azt érzem most is, és a számok is azt mutatják, most írtam, hogy ránéztünk, hogy 18 zicsert hibáztunk. Ez minden elárul, sajnos az abszolút lerombolta utána a játékunkat, a morálunkat és azt a szellemet, ami kellett volna. Bosszantodhatunk magunkra, mert azt gondolom még egyszer, hogy azokért megdolgoztunk, kialakítottuk a helyzeteinket, és az, hogy a Szikor ennyire lerombázott minket, azt tudtuk, hogy egy jó kapus, tudtuk, hogy jól fog védeni, de az, hogy ennyire ne találjuk meg az ellenszert, és beledobáljuk azokba a félmagas területekbe, amiket tudtunk, hogy az a legerősebb területe, az gondolom, hogy óriási hiba, és ez nagyon eldöntötte a mérkőzés sorsát abban a szempontból, hogy szorosabb legyen esetleg a végjáték, és egy komoly, nehéz mérkőzés alakuljon ki belőle. Okolhatjuk magunkat, hiszen mondom, addig úgy érzem, hogy nem voltunk nagyon rosszak, voltak hibáink, de rengeteg lehetőséget hagytunk ki, és azt gondolom, hogy nem lehet egy ilyen szintű csapat ellen megcsinálni. Köszönöm. Megkérném Udvardi Laurát, értékelje a találkozót. Én is gratulálok a Siófok csapatának. Hát sajnálom, hogy nem tudtunk szorosabb mérkőzést játszani. Nagyon sok zicser kimaradt, amiből az ellenfél építkezni tudott, de ebből tanulni kell és menni tovább. Köszönöm szépen. Sajtó részéről kérdés. Köszönjük szépen az értékeléseket. Köszönöm.